a mai rész tartalmából. Miért írt le? Na, mit akarsz rajta felvenni? Csinálok egy szendvicset. Nem áll? Ó, de semmi kedvem, nekem semmi lesz. Mit kellett hozzátenni? Nehéz itt a kerni. Le van már véve a vezélésszer? Pussoljál, b***d meg, nem vagyok tudatlan, b***d meg. Dolgoznunk kéne valami. Megeszed az életem. Hagyjad már a f***omba azt a rögzítőt, ha? Nem mozdul el, testvére. Most mondd meg, mennyi időt csináltam meg a múltkor? Hello zusammen, és sok szeretettel üdvözlök újra mindenkit a következő adásban. A mai napon megint műhelyi életet láthattok. A mai adásban újra a Broki erdőben vagyok. Na, sziasztok, újra megjöttetek a Broki erdőbe. Mondom a p***s tárgyát. Behozták a 650-et, hogy nem megy, cserélj rajta olajat, meg féket, meg gyertyákat, meg ilyeneket. Az mondjuk nem egy bonyolult ügy, bár csak arra hozták volna, mert akkor már készen lenni. Utána összeraktuk. Akkor miért nem megy? Mondtál neki egy kövéret, letiltott egyből. Utána kiolvastuk, beírta az egyes injektort, ami 100 milliókba kerül, mert beírta a üzemanyag pumpát. Ez is olcsó, igen, mert beírt egy darab trafót, ezeket kicseréltük, most jó, egy darabig. Aztán most arra próbálok rájönni, hogy miért tilt le. Most túl magas töltőnyomásra panaszkodik, de mindjárt rájövök, hogy mi baja van. Kristóf, ha még a Broki erdőben van, addig én ezen az A4-es Audin olajcserét csinálok. A kipufogó flexi csöve volt szétszakadva, meg még egy-két helyen javítani kellett a kipufogón, illetve a futóműből két első stabilizátor összekötő lesz rajta kicserélve. Én pedig, amíg a sanyasz van a Broki erdőben, addig a Passaton vezérlést cserélek. Menjünk. Schwarzwald. Ich Fußgängerzone in Schwarzwald. Kész vagyok. Hát de most mi? Hát ez a Sanci, most mondd meg, mennyi időt csináltam meg a múltkor? Kettő óra hosszat. Én nem tudom. De most nem? Én nem tudom. De mi az, hogy te nem tudod? Nem tudom. Én engem hagyjatok, én csak szerelni jöttem. 15 percet dolgozom rajta, már készül egy legyen. Hát igen. Hát azt levonom hónap. Kész. Ezt aztán. Igen? Levonom. Igen? Hagyjad már a faszomba azt a rögzítőt. Izényed, úgy, hogy én szoktam, te sokan. Itt rögzíts be, ott meg jelöld be. Nincs jelet. De akkor csinálunk jelet, te sok. Na. Jól akartam egyszer megcsinálni az életet. Na, de mondom, nem hagyják. Mondom, hogy csinál. Hozz egy fehér filcet. Mondjam már, itt felül rögzítsük be az ékét. A vezérműtengék. Nem mozdul el, testvérem, mert összeveljük a szíjjal. Értem. Na. De attól még nem lesz rögzítve valami. De nem kell rögzítve, legyen felső ott ponton, hol megy el egy motor. Jó, Ezt nézzed. Mert az meg van, hogy elcsúszik. Lehet jó az is, csak ezt kell elsőnél berakni. Mert utána tudod az alsó. Az a baj, hogy nem jók az ívek. Nem jók a múltkor én is azt hittem, hogy Sanci odajött, azt így rácuppant. Na. Tehát mit akarsz rajta felvenni? Ja. Jó, az felnevedve még azt hiszik, hogy tényleg ilyen köcsög vagy. Tényleg ilyen köcsög vagy. Nem vagyok köcsög, hát én vagyok köcsög. Életedben nem volt ilyen főnököt, hagyjad már magadat. Na, adjál már majd a CSL számot. De most én csinálom a vezérlést? Nem, de meg mondtam, tessék, hogy segítek, mert tudatlan vagy, bazd meg. Pussoljál, bazd meg, nem vagyok tudatlan, bazd meg. Szóval azért kérdeztem a Kristófot, hogy ő cseréli a vezérlést, mert ő szokta csinálni ezeken a vezérlést. Igazándiból nem vagyok félkegyelmű, meg tudom csinálni, csak... Negyed órája van fönn a kocsi az emelőben, azt kérdezi, hogy kész van-e. Na, adj egy lámpát. Tessék, de nem elvinni. Nem elvinni a lámpát. Na, tesszük. Na, mindjárt intézem akkor a forgatást. Várjál még az a forgatásra. Mi vagy te, Szabi? Na, most forgass? Megeszed az életem. Úgyhogy várjak a forgatásra, és most megforgassam. Na, figyeljél.
a szemeddel. Igen. Csak megragad? Kicsi, nehéz tekerni. Aha, hát nem is jó helyen vagyunk. Jó van, oké. Okay. Hova dugtad be? Na, csináljad. Jó helyen dugtad, csak te nem vagy még jó helyen. Csinálj. Na, le van gyengülve. Csinálj egy szendvicset. Tekerd! Oké. Okay. Mindjárt, tekerd még, tesó. Tekerd. Tekerem. Olyan könnyen megy, hogy íjhaj. Miért ilyen nehéz? Nem tudom. Jó kompresszió. Na, reggel beálltunk a kocsiba, mondom a Bálintnak, mondom, toronycsapágy vezérlés csere. Azt mondja, megcsinálod a vezérlés? Mondom, nem. Hát mondom, csináld meg te. Te erre elkezdte csinálni. De mondjuk ennyi idő alatt már kész vagyok vele 6-szor, de mindegy, hagyjuk. Lehet, hogy sebességben van, megyünk előre. Lehet, te kezdjük, hogy... Üres van. Várjál, mert lassan már ott vagyunk. Vagyunk ott. Mert lassan, nem azt mondtam, most ott vagyunk, hanem lassan ott vagyunk. Ja. De várjál már, hát ez így... De ez nem jó. Mi nem jó? Nem jó. Csinálj! De... Neked segítünk ezzel, tudod. Csak neked akarunk ezzel segíteni. Hol a másik kávé? Ja, kezedben volt az előbb. Én azt megittem, tesó, az ja? A kéz. Ja, oké, köszönöm. Jó, mikor annat kaptál az. Na azt elmondanám, azt mondta, hogy 15 perc állt be, mondtam, reggel állt be. Hát amikor a Chris Cross BMW kerékcsavart kellett lefúrni, akkor nem így beszélt. Mit kellett hozzátenni? Nincs itt a vezérlészet, már összefelelhetnál. Igen, nincs itt a vezérlészet. Nincs. Itt. Le van már véve a vezérlészet. Micsoda? Le van már véve a vezérlészet. Ha már raknám föl a másikat. Ez a baj veled, hogy sosem nézel szét. Tessék. Tessék. Születési hibám, köszönöm tessék, szépen. Tessék, illatos nem, tessék. Így. Vezérlészet. Szerencséd van. Nem szögletes a teteje. Tehát egy másik rögzítő. Adtam 6 darab rögzítő. Az közül egyik se jó? Egyik se. Na jó, ez már jobbnak tűnik. Az már jó. Igen, ez olyasmi. Ez biztos, hogy nem. Jó, mert így nézd. De hát a fogomodult nézem. Jó. Ez visszafelé kéne mennünk. Várja, hol a tükröd? Itt van. Most vagyunk ott, tesszük. Amúgy. Hát igen, elvileg így kéne, hogy legyen, mert most fölfelé van. Ott, igen. És már egy picit felre nézi, így lenne egyenes, most kéne, hogy bemenni. Hát most elvileg benn is van. Hanya? 3. De nem. Elvileg igen, kéne még. Ott van az asztalon. És annak meg itt kéne lenni, nem? Mi? Mint hogy begyűjtöttem az adatait a fiúknak. Jenő, Vörös Jenő, hozzád szólok. Várom a videót a titkárnődről. Halló? Sót! Meg se szólok egész nap, amúgy érted? Amúgy kulcsban vagyok! Na, vegyük át a lakatosba, mert... Hítod itt a tüzet, na! Látod miért? Mindegy, holnap levonjuk tőle ezt. Én igaz, mondtátok, mindig támadjak. Nem én mondtam, a Sant. Én nem. Jó fejlődsz. Ja, meg úgy, hogy az egész szart is összeszedhetnéd a kutyád után. Ja, az én kutyám, mikor szarik, de egyébként... Akkor is a te kutyád, amikor a tizé bolyon kint az utca közepén. És akkor itt keresed, hogy hol a kutyám? A ketten átmentek rajta, bazd. Dolgoznom kéne valamit, ez bőle addig leszedem azt, addig kicserélem a pollen szűrőt benne. De most ne, izé, hát ezzel meg tudom emelni, nem? Meg tudod. Hát akkor meg. Akkor ennyi. Hát most akkor ezzel kiállok, ami van benne annyi üzemanyag. De ti elmész ezzel tankolni? Igen. De pénzt nem adunk. Jut eszembe, te mit csinálsz? Én? Semmi. A harmadik vezérlészetre vártam. Figyelj már, az én kocsim még mindig a fényezőben van. Igen. Így hát a sajátodat, amivel járok, azt meg kéne csinálni, mert kifúj a pólasztó. Köszönöm a szépen. Csá, Bálint mindent hazavisz. Jó van az. Hogy röhög rajta, hallod? A hülyesége. Na. Bálint, és milyen volt a bőr és nemi beteg gondozó? Én a bőröm voltam, bőr. Én a bőrrésztől jöttem. Ki van írva? Bőr és nemi beteg gondozó. Ott állsz a sok izé mellett. Én a bőr bőrgyógyászati részlegre jöttem. Én ide jöttem. Ott állt. Na mindegy.
Bár egy mesélj már erről valamit, csak tudjam, hogy milyen ez. Na persze. Na. Nem baj az, hát jó volt. Kis családtej, az jó van az. Hát na. Számolom a fogakat. Cannard praxis. Azaz. Hogy összeméred a kettőt. Igen, hogy egyforma fog mennyiség legyen. Bálint, mit csinálsz? Újra kell számolnom, mert mindenki pofázik. Azt mondták, unalmas, hogy a fogokat számolsz. Ez egy kötője, másfél óra. Van, nézd meg. Ott van a fog, és a vonal az egy fog alodéban, látod? Ja, hogy... Nem fog közre raktad, érted? Hát a szíjon fog közre raktam. De akkor enne, ezen kéne lennie? Igen. Ezen itt? Hát igen, de most összerajzoltad a szíjat. Itt van a jel, itt a jel, látod? Igen, és az a fogon és kéne lennie? Igen, mert a fog köz van jelölve. Ja, hogy fog... Ja, hogy értem. Jó, mert én nem így szoktam. Ja. Mert egy olajcsere nem olyan érdekes. Szerintem senkinek nem kell elmagyarázni. Na mi, hogy merre? Felemeled, leveszed a burkolatot, leereszted az olajat. Ennek alulról van a izéje. Olajszűrője. Azt is kitekered. Ezt ki kéne porcivózni. És hideg motorra vagy meleg motornál cserélünk olajat? Hát, langyosnál. Hát ha hideg motorra cserélsz olajat, akkor nehezebben jön le az olaj. Ha melegebb motornál, mert azért azonnal ne kezd el leengedni az olajat, akkor megjöttél, picit hagy hűljön. Ránézzünk a fagyállóra, mert hiányzik, csak azért. Hát ilyen picit hagy hűljön a motor, aztán engedd le az olajat. A kezed se ég szét, meg a motornak is jobb, hogy nem hirtelen lehűl. Egyből öntöd rá hideg olajat, főleg télen, amikor a műhelyben a hideg olajat. A vezérműtenger annyira nem fogja szeretni, mert arra öntöd rá. Ez hirtelen hőváltozás, az tík, reped. A feszültség van. Micsoda? Jó, de ezért öntöd rá. A vezérműtengerre öntöd rá. Nem áll. Ó. Oh. Á, megvan. Bálint! Ó, de semmi kedvem, nekem semmi ez. Minden lett volna tényleg én csinálom, bazdmeg? Usójánál volt. De hallod? Hát... Bálint, már minden lett volna én csinálom ezt a vezér, és mert 4 óra szenvedek ezzel a olajcserével, mert ott vagyok melletted egyfolytában. Megkértem egy 2 perces műveletre a Kristófot, hogy segítsen fölrakni a szíjat, mert ketten kell fogni, 4 kezes, mint egy Chopin darab. Alul fogni kell a vezérműkeréken, amíg a többit föltesszük. Csak nem egyformán szoktuk jelölni, és ezért az egyik kerékbe beletettünk egy fogat, ami vissza kellett venni róla a szíjat, és ez el is tartott vagy 6 percig, ami miatt hisztizik, hogy 4 órája. A másik egy kicsit magasabb ez az oldali. Mely? Ez. De vagy magasabb, csak így. De más estik szerintem. Csinál. Merre? Ha mit tudom, erre. Jobbra. Jobbra egy kicsit. Úgy. Igen, hogy a feszület, igen. Így. Na, most benne vagy. Jó. Na, akkor most ezeket lazíts. Mert ezt odadom, lazíts meg. Hadd ide. És akkor én az alját ilyenre vágom. Ott van a kis racsinkban is, hogy a... Tehát az aljának jelen kell lennie. Lófaszt. Hát de most akkor mi? Hogy? Hát tudod, elmozgattuk a izé miatt. Az anyádat, hát ennyire. Kihúzt eszem, Hulk. Hulk. Klímának, ahogy becsatlakozik. Emlékszel valami? Emlékszel, mi tudtuk annak ide? Egy ilyenne? Azért van, ahogy a cső ki van. De nem, ahol az én, a szeretné. Nem tudom. Emlékszel az enyémnél, amikor szóltam, hogy kopog. Mentem az enyém, mert néha így tudjuk. Menjék. Mondom, Venci, csináljunk már valamit, mondom, hogy Venci beül. Azt mondja, az alulról jön. Alulról jön, felemeljük a kocsit,
nézem, a váltó le volt szakadva a kocsiról. Az előbb beszéltünk róla, hogy összerajzoltuk a vezérlést, és belekerült egy fog. Természetesen a vezérlést azt célszerszámmal raktuk össze. Ha ez a Kristófnak a nem találmánya, de őt is így tanították, és végül is teljesen jó dolog, hogy ezt így csináljuk, hogy átrajzoljuk a szíjat, a régit az újra, mert így gyakorlatilag ez az egy fog az nem a vezérlésben volt benne, csak a fokulókerék egy foggal került arrébb, mert ugye a vezérműtengelyek rögzítve voltak a célszerszámmal, de hülyén nézett ki, hogy végállásba került, és akkor ezt így korrigáltuk, tehát ennyibe is jó az a módszer, amit ő használ. Na, és kezdem átvenni tőle. Kaptuk a Pallértól egy Opel Corzát, céges autóra, olyan aranyosak. Látták, hogy egy évre tudjuk összerakni a saját izénket, céges kocsinkat, nincs rá időnk. A Zoli hozott nekünk egyet. Az üt egyet a féltenget. Várjál! Csináld! Csináld! Jó, az nem ver neki. Nem, az alulról jön. Féltenger. Ez féltenger. Jó, Sanci, féltenger. Elkezdtük itt kibontani a műszerfalat, de egyre minél mélyebb, minél több dolog kijött, annál ugyanúgy nem történt semmi, és annál biztosabb volt, hogy kívülről jön. Aztán most a Vencus eljutott odáig, hogy itt ketten így megpróbáltuk előcsalogatni ezt a hibát itt udvaron belül, és hát a féltengely csukló hozta föl olyan szinten a hangot, minthogyha valami kopogtatott volna a tűzfalon, úgyhogy úgy néz ki, hogy megtaláltuk ennek is az okát. Halló? Kristóf, hol hallgatlak? Jenő, egy, üzentem neked a mai videóba. Egy... Ki? De mit üzent? Hát majd meglátod, megkérdezd a videót és meglátod. Nem ilyen új videó, vagy csak ilyen izé? Nem, új videó lesz. És akkor meglátod majd, mit üzentem. Meg... Mert készen van a izéd. A részecske szűrőd. Egyébként egy Volvo V40 P-ről van szó, hogy a P az mit jelent, azt nem tudom. Viszont, hogy tudjátok, hogy milyen autónak a hangját keresték, vagy milyen autóba keresték ezt az őrgő hangot. Egy Volvo. Vagon. Vagon. Akkor vagon 40. V40 vagon. Na meg, mikor tudom megnézni a üzenetet? 2-3 nap. Ó, most műszámot is. De nem ilyen izé. Csak neked is kell a bűhelybe, majd valamit abszorbálnod. Mert nekünk van, és akkor neked is kell, hogy legyen. Majd látják, hogy nem vagyunk rosszban. Még a saját alkalmazottal is azt hiszik, hogy rosszban vagyunk. Mondta a Jenő, hogy tudod, hogy nekik sem mondta, akkor a fiúknak sem mondta, hogy az lesz, hogy nem. Nem, még nem mondta, ha. De most már azért fel lettek világosítva a témáról, amiről még nem, a nézők nem tudnak. Nem is ismerem őket. Valamelyik kérdezte, hogy mi rosszban vagyunk most. Azt mondja, hogy miért lennénk rossz. Igen, új csavar. Viszont, hogy ide adnád az új alkatrészt. Igen, ott van. A Q7-ből még maradt tavalyról egy csomó ilyet, mert nem volt felragasztva elég szer. Nincs ott, csak egy olyan fél kilónyi ragaszt. Hát ezzel sajnos ide. Hát ezzel akkor nem tudunk. De még azt sem tudom mondani, ki fogja tudni megcsinálni. De nem sok műhelyt fogsz találni, aki ezt be fogja vállalni. Nem egyszerű. Ha be is vállalják, az az összegért. Azt nem tudom. Ha menjünk be, kérdezzük meg a Bálintot. Hát. Bálintom? Na. Ott, ahol alus, itt a hatos bömbi, de alul az egész kocsi alul, hogy kijavítolja. Azt nem tudjuk megcsinálni. Alul? Aha. Nem, mi csak fölül. Hát mi az, amit meg kell rajta csinálni? A nyúlvány. A negyedet kéne cserélni. Ja, hogy lakatos munka. Aha, aha. De ez mi? Ez a kék hatos? Nem. Ja, megijedt a baszik. Ne idegesítsél már, kék hatos. Rájött a frász. Ez egy fekete hatos.
Az valami kókányság volt, hogy Szegecse? Nem, az úgy járni. Járnilag úgy. Aha. De az igaziból nem teljesen Szegecs. Az egy ilyen... Hát nem teljesen Szegecs, az egy ilyen örvényhegesztés. Na mindegy, a lényeg az, hogy nem nagyon tudjuk azt megoldani. Alumínium kasztnének a javításával nem foglalkozunk, mert nincs meg hozzá technológiánk, de találtunk az úriembernek egy kontaktot, így tudtunk segíteni rajta, mert ahol tudunk, ott segítünk. Tényleg, Sanci. Tényleg. Most szerelmes lettél. Hát de kint, hol lett szerelmes? Ausztráliában, öcsém, érted? Azt mondja nekem, jövőben hétfőn, nem aludtam semmit, miért? Mert beszélgettünk hajna háromig beszélgettetek, éjféltől. Most képzeld már azt, hogy hallod, én ezt így bevizuáltam, hogy hajna háromig, tudod, hogy mint a tini filmekben, így az ágyon fekszik, ó igen, tudod, a lábával, hogy izél, mi az? Mit csinálsz a lábaddal? Nyuszizik így a lábával, ó igen, jaj, te is nagyon hiányzol nekem. 10 millió kilométerről. Jó lesz a Sanci, jó lesz az. Mindegy. De nem untok egymásra. Mindenki másra csinálja. Ennyi. Hallod? Mindenki másra csinál, majd elmesélitek egymásnak. Ne röhög, az így van. Jó van az. Lassan itt a munka vége. Elég elfáradtam én is, meg mindenki. Úgyhogy csinálok egy kávét, megiszom, és valami értelmes módon lezárom a mai adást. Na, fiúk, lányok, szerintem zárom itt ezt a mai adást. A Műhely Élet második epizódját láthattátok. Itt vagyunk a GS Careform and Service-nél, Koroknai Kristóf és Győri Sándor műhelyébe, úgyhogy a Volkswagen elkészült, a kék BMW elkészült, most jött egy 535D teljes átvizsgálásra, a Volvo is elkészült, az Audi is, úgyhogy pörögnek a fiúk, mint az állat, a Golf is készülget, arról is készült egy adás, azt is hamarosan láthatjátok, vagy már lehet, hogy láttátok, attól függ, melyiket tudom hamarabb megvágni, és igen, a kávé dolgozik, hál' Istennek. Úgyhogy, ha van valami véleményetek, azt nyugodtan írjátok le lent a komment szekcióban, mert mindent el szoktam olvasni. Nagyon szépen köszönöm az adás fő támogatójának, az advant.hu-nak, ahol mindenféle autóalkatrészt, tisztítószereket, vaxokat, ablaktisztító, felnitisztító, rongyokat, mindent, amit akartok, megtaláltok, és 10% kedvezményt kaptok, hogyha használjátok a Szabi 10-es kupont, és most már bankkártyával is tudjátok használni az oldalt, nem kell erőre utalni, vagy utánvétel megrendelni, amit szeretnétek. Úgyhogy én itt elköszönök. Kívánok nektek gyönyörű szép reggelt, estét, délelőttet, délutánt, hét elejét, hétvégét, attól függ, hogy ki, mikor nézi ezt a videót. Sziasztok!